Ismét fellobbant a szeretett lángja a Szekszárdi Béla király téri színpadon. A szüreti napokat megnyitó program az elfogadás jegyében telt. A szervezők a fogyatékkal élő emberek mindennapi problémáira kívánják felhívni a figyelmet. Nap mint nap a fogyatékkal élők is akadályokba ütköznek. De én azt gondolom, hogy nem csak a fogyatékkal élők, az egészséges embereknek is vannak problémáik, de meg lehet különböztetni fizikai akadályok, egyéb más akadályokat. Talán a mi számunkra a fizikai akadályokból több van. Erre is szeretnénk még a mai nap folyamán felhívni a figyelmet, tehát sok rétű, sok színű lesz a rendezvény, és elsősorban kulturális műsorokon keresztül. Az elnök azt mondja, a színpadi produkciók sokaknak megmutathatták, a látássérültek is egyenértők emberek. Azonban nekik a mindennapokban számos nehézséggel meg kell küzdeniük, ráadásul meglehetősen drágán tudják csak beszerezni a számukra szükséges eszközöket is. Nagyon jó lenne, ha például egy beszélő vérnyomásmérőt ugyanannyiért lehetne megkapni, mint amennyiért megveszi a gyógyszertárban, vagy valamelyik segédeszköz volt egy egészséges ember. Tehát ne több tízezer forintba kerüljenek ezek az eszközök, például egy konyhai mérleg 45 ezer forint körül van, egy áruházban meg lehet kapni akár 5 ezer forintért, és aki szeretne vásárolni, mert ugyanúgy háztartást vezetnek, mindennapi életüket élik a látássérültek és más fogyatékossággal élők is, mint az egészséges emberek. A két órás műsorban egymást követték a produkciók, idén is színpadra állt Rákóczi Szilvia énekesnő. Azt mondja, a közönség mindig pozitív visszajelzést ad számára. Nagyon jó érzés, már évek óta, hát körülbelül 13-14 éve már. Igazából gyerekkoromban is már szerettem énekelni, de így intenzíven, így 13-14 éve énekelek, és itt a Szeretett Lángján visszatérő vendégként, ez nagyon jó érzés. A Szeretett Lángja rendezvényen köszöntőt mondott Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész és Zsikó Zoltán a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke is.